Négy év alatt háromszorosára nőtt az ökológiai gazdálkodásból származó termékek mennyisége a megyében, 2019 végére pedig a jelenlegi mennyiség is közel 50%-kal nőhet. A megyében és országosan is egyre népszerűbb a biogazdálkodás, azonban amíg eddig stabil árak jellemezték a piacot, a mostani gyors növekedés azokra kedvezőtlenül hat. Olyan sok gazdálkodó választotta ezt a nagyon szép termelési irányt, hogy bizony a 2018-as évben jó alaposan túltermeltük a rendelkezésünkre álló piaci lehetőségeket. Emiatt sajnos ugye az áraink a tavalyhoz képest finoman fogalmazva megfeleződtek, de ez még mindig jobb kondíció, mint egy hagyományos termesztés. De hiába jelent még mindig jobb kondíciót a biogazdálkodás, amennyiben a helyzet tartósan így marad, akkor a biogazdálkodók egyre nagyobb nehézségekkel nézhetnek majd szembe. Tenni kell valamit, mert új belépők lesznek, új termelők lesznek, és ez a mennyiség az nem csökkenni, hanem tovább növekedni fog. És ha a rendelkezésünkre álló piacok nem fogják igazán tudni ezt a áru fölösleget fölvenni, akkor ez a helyzet, ami az idén előállt, ez permanensé fog válni, és évről évre mindig problémát fog okozni. A piac kiszolgálása azért is nehéz, mert a kereslet és a kínálat gyakran nem találkozik a biogazdák és a feldolgozók, illetve kereskedők részéről. Ennek megoldásában segít a nemrégiben elindult biotermék előállító és beszállító program. A biotermék előállító és beszállítói program a biogazdálkodókat segíti pontosan abban, hogy az ő termékeik a feldolgozás irányába, a kereskedelem irányába koordináltan be legyen vezetve, be legyen csatornázva és folyamatosan szállításra kerüljenek. A feldolgozó igényei szerint, a kereskedelem igényei szerint, ugye ők is piacra termelnek, és közelítjük ezzel a programmal a feldolgozó kereskedelem igényeit a gazdálkodók által megtermelt termékeknek a mennyiségével és a minőségével. De a biogazdák szerint az összefogás is nagy előrelépést jelentene a termelésben és a piacra jutásban. Többek között nagy szükség lenne a gépkapacitások, valamint a kézi munkaerőigények összehangolására, saját termelői üzemek létesítésére, a biotermények összesített és közös nyilvántartására, illetve koordinált szerződéses termékértékesítésre Európai Unió szinten.